A Nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnázium a 2017-2018-as tanévben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Az intézmény jubileumi ünnepséggel emlékezett meg a kerek évfordulóról kedden délután. A Nyíregyháza egyik szimbólumának számító épületet Barzó Mihály építette 1901-ben a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium igényei szerint. 1902-től 1925-ig itt működött a pénzügyi igazgatóság, amit 1925-ben áthelyeztek a mai Józsa András Múzeum épületébe. 1925-től fiú tanítóképző működött a mai iskola falai között, amelynek diákja volt többek között Váci Mihály költő, valamint Cine Mihály irodalomtörténész. Az intézmény többek között népiskolai tanítóképző intézetként működött, majd 1968-ban érettségizett az első gimnáziumi osztály, aztán a humán és reál osztályok mellett elindult a politechnikai képzés, majd az egészségügyi szakközépiskolai osztály is. 1989-től vált az intézmény tiszta gimnáziumi profilúvá, 1993 és 2011 között pedig országos szinten is elismert lett annyira egy Nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnázium. A 2016-2017-es tanévben az iskola átlag 4,63 század volt. Az érettségi vizsgák átlaga 4,65 század, valamint az intézményben magas a kitűnő tanuló diákok száma is, és számtalan tanuló tesz közép- és felsőfokú nyelvvizsgát már gimnáziumi tanulmányaik alatt. Vendégem a stúdióban az intézmény vezetője, Márk Attila Orivér. Köszöntöm itt a stúdióban, és Most hát boldog igen. születésnapot kívánok. Most tudja kivételesen nem önnek, az intézményének. Ön mióta áll kapcsolatban a Kölcsei Gimnáziummal? Tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy 26 éve, azt is, hogy 22 éve, attól függ, hogy a négy év gimnáziumot azt hova számítjuk. Én magam is kölcse és diák voltam, 1987 és 1991 között, 91-ben érettségiztünk, és 96 óta vagyok tanára, igazgató helyettese jelenleg igazgatója a gimnáziumnak. A mostani találkozásunk alkalmával, így, hogy tudunk beszélgetni, azt hiszem, ezt a beszélgetést kettő részre lehet igazából osztani a múltra, a hagyományok létrejöttére, ápolására a jelenben, illetve az iskola jövőjére lehet egy kicsit előre tekinteni. Ön, mint egykori kölcse és diák, akkor el tudja nekem mondani, hogy mik azok a hagyományok, amelyek ugye több mint két évtizeddel korábban is Megvoltak már az iskola életében, és mondjuk 2018-ban is ugyanúgy jelen vannak, és önök ápolják ezt intézményi szinten. Igen, én ezt a ünnepi beszédemben tegnap délután úgy fogalmaztam meg, hogy jellemzi ezt az iskolát egyfajta kölcse is érzület, amit elsősorban azok éreznek, azok a szülők, diákok, akik a gimnáziumot választják tovább tanulásuk szintereként. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat teszünk a közösség formálásért, a gyerekek neveléséért, ezt mindig hangsúlyosnak tartjuk a normál tanítási órák mellett rengeteg egyéb elfoglaltságot, programot kínálunk, ami nem kötelező természetesen, hiszen ha kötelezővé tesznek valamit, azt már a mai fiatalok nem szeretik. Rengeteg nyíregyházi partnerrel van kapcsolatunk, a művészetek, a sport meghatározó része az iskolának, a budapesti színház látogatások. A városban azt hiszem egyedül mi vezettük be legelsők, között a diákbált, amit aztán úgy tudom már más iskola is bevezetett, mert sikeresnek találja, azok a bulik, amelyeket a kolléganőm 30 éve rendez különféle küls külső helyszíneken, hát ezek együtt adják ki a Kölcsei Ferenc gimnázium szellemiségét. Ez egy nyitott gimnázium, évtizedek óta tehát akár szülő, akár diák, akár pedagógus, az iskola vezetőivel, az iskola igazgatójával mindig fel tudja venni a kapcsolatot, és ez egy élő kapcsolat, akár e-mailen, akár telefonon, akár személyesen történik, de igyekszünk azonnali segítséget nyújtani mindenkinek. Komoly állomás a, a fiataloknak, gyerekekről beszélünk, még mikor oda kerülnek, aztán ifjú felnőttekként hagyják el az iskola falait. Tehát komoly állomás az életükben, hogyha mondjuk négy évig oda a kölcsei Gimnáziumba, sok mindent kapnak, viszont tenniük is kell, ezt Igen, ugye van. tudjuk Igen. az iskoláról. Lehet-e azt tudni, lehet-e azt egyáltalán mérni, hogy valaki miért választja a kölcsei gimnáziumot? Azt elbírom képzelni, mint ahogy ön most ott tanít és igazgatja az egész intézményt, valamikor kölcse is volt, hogy... Akik szülőként odajártak, hogy bátran terelik a gyerekeiket abba az irányba. Igen, ez is a kölcsei hagyománynak egy része, hogy azok az iskolahasználók, akik valamikor is diákok voltak, most már öreg diákok, vagy a rokonságban volt olyan tanuló, aki kölse is volt, nagyon szívesen választják kisebb gyermekek testvérek számára is a kölcseit, Szokták mondani, hogy mi humán gimnázium vagyunk, én ezeket a címkéket azért nem szeretem, mert én magam is matematika-fizika szakos tanár vagyok, és ugye ezek szerint egy humán gimnáziumban érettségiztem. A gyerekeknek a továbbtanulása, a felsőoktatás különféle karjai, szakjai felé azt mondhatom, hogy a szélrózsa minden irányába megy. Az igaz, hogy a nyelvtanítás az egy nagyon-nagyon erős hagyomány, és része a gimnázium életének, ez egy kölcse is hagyomány, hiszen amikor a gimnáziumi képzés elindult, annak idején a 60-as évek elején az orosz és a német tagozatos osztályok voltak a meghatározóak, aztán később ugye ez egy kis szakképzéssel is párosult az egészségügyi szakképzés, meg 20 évig adott a kölcsei gimnázium otthont, egészen 1987-ig, amikor megalakult az Ajanna egészségügyi szakképzés, középiskola Talán kevesen tudják, hogy egy évig a művészeti szakközépiskolának is mi voltunk a szülőatja, 1987 és 88 között. 88 óta tiszta profilú gimnáziumként működik az iskola, és meghatározó, hogy mi, akármelyik osztályba is jár a kölcse és diák, az angol, a német, az olasz, a francia és a spanyol nyelvek közül valamelyiket emelt szinten tanulja heti 5 órában. Ez egy alap követelmény, ezért is jók a nyelvvizsga eredmények nyilvánvalóan a nyelvtanárok odaadó munkája mellett. Krém a magyar történelem tagozat. Ez azért krém, mert én nem is tudom, hogy a megyében van-e még más gimnáziumban. A városban biztos, hogy nem működik ilyen. Nyilván a humán érdeklődésű gyerekeket szólítja meg, de három évvel ezelőtt elindítottuk az informatika tagozatot is nyilván a mérnöki karok szakok irányába fogékony tanulók számára. Biológiából, kémiából pedig, akik emelt szintű vizsgát tesznek, ők elsősorban az egészségügyi pályák felé tudnak orientálódni, tehát vegyes a kép. számít az, hogy mondjuk milyen a megyeszékhelyen élő gyermekek aránya, és hogy szívesen keresik-e vidéki családok gyermekei és önöket? Igen, ez is egy nagyon érdekes, ha most visszagondol az ember az évek egymás után következő statisztikáira. Voltak olyan időszakok, olyan évek a elmúlt 6-8 évben, 10 évben, amikor 55% volt a nyíregyházi tanulók aránya, 45% a, a nem nyiregyházi tanulók aránya. Most a legutolsó statisztikai adataink szerint, ha jól emlékszem, 75% a gimnáziumban nyíregyházi tanuló, 25% pedig nem nyíregyházi tanuló. Ez most az október elsőjei. Érdekes statisztika. Van egyfajta eltolódás a városi ö, lakosság aránya javára, ennek is elméletem szerint megvan az oka, de nem biztos, hogy az én elméletem az a valóságban úgy van-e. No, és akkor nézzük az utolsó percekben azt a témát, ami viszont napi aktualitást élvez az iskola életében. 60 évről. Ö, Beszéltünk eddig, de vajon mit hoz a jövő? Ugye pontosan csak a hónap végén lesznek százszázalékos információik a tekintetben, hogy valóban úgy maradhat-e az iskola fenntartása és működtetése ugyanabban a kézben, ahogyan eddig is történt, hiszen szavaztak az iskola közössége és a szülők is szavaztak, hogy hogyan szeretnék, hogy állami fenntartású maradjon az intézmény, vagy esetleg valamelyik egyház kötelékébe kerüljön. Igen, a református egyház részéről volt konkrétan megkeresés. Február 28-áig adhatják be a egyházi fenntartó jelöltek a szándékukat, a fenntartói szándékukat. Itt ez meg is történt ebben az esetben. A részben a nyíregyházi egyházközség részéről, illetve a, a püspökú részéről is megtörtént ez, és így, így indult el a folyamat március 1-én valóban május 31-én zárul elméletileg le ez a fenntartóváltási folyamat, valószínűleg egy határozat fog születni ennek a végén, hogy átadják el fenntartói jogot, vagy nem. Ahogy valóban elmondta szerkesztő asszony, itt a különféle iskolai testületek meghallgathatták a tájékoztatót az egyház képviselői részéről, ebből tájékozódhattak, kialakíthatták a véleményüket, és titkos szavazáson, ugyanúgy, mint ahogyan a parlamenti képviselőket választottuk, illetve a pártlistákra szavazhatunk, ugyanilyen titkos szavazáson a megjelentek, elmondhatták a véleményüket, és kifejthették az álláspontjukat tulajdonképpen, hogy ezzel egyet értenek-e vagy sem. Mi lehetséges Hát, ha a jogszabályt elolvasuk, akkor csak egy dolog lehetséges, hogy ez a fenntartóváltás nem fog bekövetkezni, ugyanis ennek egy komoly kritériuma van, nevezetesen a beírt tanulók számának, illetve nagykorú tanulók esetén maguk a nagykorú tanulók a szavazásra jogosultak, véleménynyilvánításra jogosultak, legalább a felük támogató szavazata szükséges, és mint tudjuk, 13,8% volt a szükséges 50%. Plusz egy szavazat helyett. Tehát más eredményt nem tudok elképzelni, de hivatalosan nem született meg ez az eredmény. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, és itt a végére csak annyit, hogy van, ami pedig még napi szintű aktualitást élvez, az, hogy érettségiznek a végzős diákok. Igen, közben érettségiznek. Úgyhogy mindjárt. önöknek még további szép születésnapi esztendőt kívánok, az érettségiző fiataloknak kitartást. Köszönöm, Köszönjük hogy szépen. tájékoztatott bennünket.